jól látszott, hogy az összetartozás, az egység, a szív és a nemzet szeretete milyen teljesítményeket tud közvetíteni. A tét az minden vagy semmi. Először Magyarország történelmében a modern demokrácia korában a politikai ellenzék mindenféle elvet, értéket félretett. Kizárólag a győzelem érdekli, a tűz a vízzel, a jó a rosszal, mindenki mindenkivel összeáll csak, hogy megszerezzék a hatalmat. Ez roppant veszélyes. Nem is érdemes ebbe belemenni, ez Magyarország számára katasztrófa lenne. Azt gondolom, hogy így érzékelve ennek az oldalnak a hangulatát, hogy szerintem minimum annyian, de talán többen is leszünk, mint voltunk az elsőn. És ez már önmagában felemelő lesz. Azon kívül megint meg fogjuk mutatni magunkat. Itt vagyunk, ennyien vagyunk, egyet gondolunk, egyet akarunk. Mindig is ez volt a lényege. Október 23-án lesz békemenet, pont 65 évvel ezelőtt, az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján, amire most végre méltóképpen meg fogunk emlékezni, több százezren, több millióan. Jelszavai akkor azok voltak, hogy szuverenitás, függetlenség, szólás és sajtószabadság, és nem leszünk gyarmat újra. Ezek nagyon fontos kérdések voltak, és ezek a kérdések alig változtak máig. Mi a véleménye arról, hogy október 23-ára szervezték ezt a jeles eseményt? Én nagyon örülök neki, és kell is. A hazaszeretet az itt van a szívünkbe. Én naponta hálát adok a jó Istennek, hogy magyarnak születtem, és ezt a nyelvet beszélhetem. Én szeretem a hazámat. Az a nem elhanyagolható és hatalmas szavazóbázis, amely a jelenlegi kormánypártok mögött áll, az közvetlen tapasztalataim szerint meglehetősen mérges, ideges, úgy érzi, hogy folyamatosan provokálják, és ebből egyre inkább elege van. Ha itt egy gazdasági felfordulást akar az ország, nem mintha magamat vagy az előbb említetteket félteném, de hogyha egy gazdasági felfordulást akar, akár a belgazdaságban, akár a külgazdasági kapcsolatokban, akkor hajrá, akkor csak csinálják, illetve nyerjenek. Szivárványba borult tulajdonképpen egy csomó stadion. Ezzel szemben csodálatos volt látni azt, hogy a magyar stadionok viszont piros-fehér-zöld színbe burkolóztak. Tehát az a döbbenetes, hogy a sportba is befurakodott a politika, méghozzá a globális, liberális irányzatnak a politikája, amelyik meg akarja változtatni az életünket. És azt kellett, hogy lássuk, hogy ha már ideig jutottunk, hogy már a sport, a futball sem mentes tulajdonképpen a politikától, akkor már tényleg nagyon nagy baj van. Valamikor 2002-ben megfogalmazódott egy mondat, hogy továbbra is rendületlenül hiszünk a szeretet és az összefogás erejében. Nekünk pedig abban kell hinnünk, abban kell reménykednünk, hogy 2010 óta újra és újra, amennyiben össze tudunk fogni, amennyiben a szeretet, a féltés, a hazánk iránti ragaszkodás és hűség megmozdít bennünket, az egymás iránt érzett szeretetünk képes bennünket átvinni ezen a próbatételen. Pontosan tudjuk, hogy kik az ellenfeleink. Feladtak mindent, mindenki mindenkivel összefog, elsőrendűen a zsákmányért, másodrendűen a bosszúért. De ez az ő problémájuk, ami bennünket illet. Újra és újra bebizonyítottuk, és ismét be kell bizonyítani magunknak, hogyha elég erős bennünk a szeretet és a hit, és az összefogás képessége, természetesen 2022 tavaszán ismét győzni fogunk.